Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet a mai vasárnapra rendelt igehirdetési alapigét. Megírva találjuk Pál apostol Filemonhoz írt levelében, a 4. verstől a következőképpen. Hálát adok mindenkor az én Istenemnek, amikor megemlékezem rólad imádságaimban, mert hallok a te hitedről és szeretetedről, amely az Úr Jézus iránt és minden szent iránt van benned. És imádkozom azért, hogy hitünkben való közösséged eljuttasson téged mindannak a jónak megismerésére, ami Krisztusért van bennünk. A te szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdült általad, testvérem. Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami a kötelességed volna. A szeretet miatt azonban inkább csak kérlek, mert ilyen vagyok én az öreg Pál, most még fogoly is Krisztusért. Kérlek pedig téged az én fiamért, akit a fogságban szültem, Onézimoszért, aki egykor neked haszontalan volt, most pedig neked is, nekem is hasznos. Visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet, pedig magamnál szerettem volna tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fogságomban. Döntésed nélkül azonban semmit sem akartam tenni, hogy jó tetted, ne kikényszerített, hanem önkéntes legyen. Hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyerd. Most már nem úgy, mint szolgát, hanem mint szolgánál nagyobbat, mint testvért, aki főként nekem kedves, de még inkább neked, testben is, és az Úrban is. Ámen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Mindig nagy élmény új meg új gyülekezetekben, új meg új testvérekkel találkozni. Szolgálatom hosszú évei alatt külföldön is, belföldön is sokszor kaptam Istentől ezt az élményt, hogy gyülekezeti közösségben Jézust szerető emberekkel együtt örülhettem egy-egy vasárnapi gyülekezetben, vagy egy úrvacsorai asztalnál. Nagyon nagy dolog ez az élmény. Közösség egymással. Én azt hiszem, úgy gondolom, hogy Isten azokat, akiket gyermekeinek elhívott, meg akarja ajándékozni ezzel az örömmel. Közösségbe hívott bennünket, és ebben a közösségben a vele és egymással való testvériséget akarja újra és újra ajándékozni nekünk. Kevés azonban, hogyha csak ebben az élményben van részünk. Ez amolyan ünnepi közösség, alkalmi találkozás és élmény. Nem hiszem, hogy Isten a mi életünket csak úgy akarja gazdagítani, hogy ezeket az élményeket szaporítja be életünkben, hanem bizonyára azt akarja, hogy ennek a közösségnek aktív, alkotó, segítő tagjai is legyünk. Alapigénk, amely Pál apostolnak egy nagyon rövid, úgynevezett személyes levele, Filemonnak szóló levél, éppen ezt akarja megmutatni minékünk, Isten elhívottai hogyan találhatják meg a közösségben a felelősségüket és a küldetésüket, akármilyen helyzet elé állítja őket az élet. Így is mondhatnám másképpen, a szívünkbe fogadott evangélium hogyan válik életté a mindennapi hivatásunk gyakorlásában. Az első, amit észre kell vennünk, az, hogy az egyház, mint közösség, egymásért imádkozó közösség.
Pál apostol egy nagyon nehéz ügyben keresi meg levelével Filemont. Elszökött egy rabszolgája, Onézimosz, és éppen hozzá menekült. A dolgot nehezíti, hogy az akkori társadalom a rabszolgát adásvétel tárgyának tudta, tekintette. A törvény, a jog súlyos megsértése volt már az is, hogy a menekült rabszolgát, Onézimuszt befogadta Pál. Ebben a súlyos társadalmi kérdésben veszi kézbe a tollat és ír Filemonnak. Mielőtt azonban rátérne az ügyre, imádkozik. És személyes példájával másokat is imádkozásra buzdít. Imádsága először is hálaadás. Filemon hitéért és szeretetéért ad hálát, és a szentek iránt tanúsított magatartásáért. Imádságában megfogalmazódik a további kérés is, az, hogy Filemon jusson el ebben a hit közösségben, amiben ők vannak, a jónak a megismerésére, annak a jónak megismerésére, amely Krisztusért van mi bennünk. Ha valakinek olyan hite és olyan szeretete van, hogy hallani lehet róla, beszélnek róla, akinek a szeretetében, ahogy írja Pál, sok öröm és vigasztalás van, és ami olyan vigasztalás és öröm, amitől a szentek szíve felüdült. Ha valaki ennyit jelent egy közösségben, akkor annak az élete egészében, hivatásában mindenkor fel kell ismernie azt a jót, ami Krisztusért van mi bennünk. Figyeljük, hogyan készíti elő Pál apostol Filemonnak a szívét arra, hogy amit majd Onézimoszról fog írni, arra ő már kész legyen szívében a válaszadásra. A jónak felfedezése, megismerése, földi hivatásunk új meg új helyzetében, mindennapjában kötelez bennünket a jónak a cselekvésére is. Isten nem csak arra hívott el minket, hogy megismerjük a jót, hanem hogy cselekedjük is azt. Pál most azért imádkozik, hogy Filemon Onézimosz esetében ismerje fel a jót, amit cselekednie kell. Azért imádkozik, hogy hite és szeretete ebben a helyzetben ne mondjon csődöt, hogy amikor ez a hívővé lett rabszolga érkezik hozzá haza, akkor testvérként tudja őt fogadni. Imádkozik, mert félti Filemont, a testvért. Azt mondtam, hogy az egyház egymásért imádkozó közösség. Ma is? Mi is? Mennyi hirtelen kimondott vélemény, megszólás, megbélyegzés, ítéletmondás hagyja el a szánkat? Imádkoztunk-e azokért, akikről gyors és megfellebbezhetetlen véleményt, ítéletet mondtunk ki? Családtagjaink, barátaink, gyülekezetben élő testvéreink, sokszor nehéz döntések elé kerülnek. Imádkozunk-e értük, hogy döntésükben a jó, az Isten akarata érvényesüljön? Hívő egyháztagokként élünk más keresztények között, más különböző világnézetű emberek között, közömbös, cinikus emberek között. Vajon hogyan kapják, hogyan fogadják, hogyan ismerik meg hitünket és szeretetünket? Mennyire tudnak örömöt és vigasztalást, segítő szeretetet kapni tőlünk? Felüdül-e a szívük általunk, ahogy azt Filemonról írhatta Pál? Imádkozunk-e azokért, akiknek döntéseket kell hozni életük útján, hogy a megismert jó az Isten akarata szerint tudjanak dönteni? Az egyház imádkozó közösség, több imádságot egymásért. De az egyház Krisztusból és az evangéliumból élő és azzal szolgáló közösség is. Pál jól tudja elhivatásának a kötelességét. A hozzá menekülő Onézimuszról, rabszolgáról is látja, hogy nem egyszerűen azért menekül hozzá, mert fél,
és tanácsot akar kérni, vagy oltalmat, menedéket találni, esetleg a protekciójáért esedezik, hogyha visszamegy Filemonhoz, Pál Filemonnak a barátja és Krisztusban testvére, tegyen egy jó szót érte, hogy ne érje az a büntetés, ami a szökött rabszolgákat érni szokta. Nem. Pál rögtön megérzi, hogy Onézimus életének a zsákutcájában menekül hozzá. Ennek az embernek nem valamiféle külső segítségre, mondjuk így jogi segítségre van szüksége, ennél többre. Nem a rabszolgasorsnak a megkeseredett képviselője, hanem a bűn miatt megkeseredett ember, aki a szabadulás útját, a kivezető utat keresi most Pálnál, akiről tudja gazdája házából, hogy ő a Krisztussal él, a Krisztus megszabadítottja, és a Krisztussal szolgál. Onézimus Jézussal akar találkozni, ezért kereste Pált. És Pál nem utasítja el, mert tudja, hogy aki Jézust keresi, annak meg kell mutatni az utat hozzá. Együtt tusakodik vele. Megmutatja néki a bűn megismerésének, megvallásának, a bűnbocsánat elfogadásának útját. Onézimus megtér, Onézimus hitre jut. És hogy mindez nem egyszerű, csendes, meghitt akadémikus beszélgetés volt közöttük, arra céloz Pál apostolnak az a mondata, amikor azt mondja, hogy fiam ő, akit fogságomban szültem. A szülés, a vajúdás fájdalmaihoz és kínjaihoz hasonlítja azt, ahogyan Onézimus a Pállal való beszélgetésben, a Krisztus evangéliumának közlésében és elfogadásában hitre jutott, hitre talált, haszontalanból hasznossá lett, mert az Onézimus név görög szó magyarul hasznosat jelent. Az apostol teljesen nyitott mindenki felé, és tudja, mi az ő szolgálata. Vajon mi is? Nyitott egyház vagyunk, akik jól látjuk, hogy akik Jézussal akarnak találkozni, azokat Jézushoz kell vezetni. Az evangéliummal tudjuk a keresőket megnyugtatni, a megfáradtakat erősíteni. A misszió akkor is parancs, ha Filemonok jönnek, és akkor is, ha Onézimuszok jönnek hozzánk. Mi tudjuk, hogy az emberi bűnre és nyomorúságra csak egy orvosság van. Krisztusban megbékélni Istennel, emberekkel, bűnbocsánatot nyerni és elfogadni. Sokkal nyitottabban, sokkal több odaszánással, tusakodással, empátiával kellene az evangéliumot továbbadnunk, hogy sokakban megszülethessen Onézimus módjára az új élet, kereső és nyugtalan emberekben, az élettől, a jövőtől félő emberekben, akik félelmükben már-már az öngyilkosság gondolatával foglalkoznak, alkoholba és kábítószer mámorba menekülő emberekkel, és vajon nem vesszük-e túl könnyen ezt a feladatunkat, ezt a szolgálatunkat? Nem hárítjuk könnyen másokra a felelősséget? Pál felismerte, hogy Onézimusnak a Krisztust kell hirdetnie. A Krisztus megváltására van szüksége. Szeretetre, bűnbocsánatra, és megnyitja előtte a Krisztus titkát, mert tudja, hogy ez az ember haszontalanból hasznossá lesz. Valóban azzá, mert mint a későbbiekből kiderül, szolgál az apostolnak, szolgál az ügynek. Az egyház, a keresztény hívő ember evangéliumból él és evangéliummal szolgál. Tegyük még sokkal nyitottabban és sokkal több erőfeszítéssel, a szülésnek, a vajúdásnak a keservével, de eredményesen. És végül
az egyház, így tűnik ki a Filemonhoz írt levélből, konfliktusokat elhordozó, megoldáshoz segítő közösség. Konfliktusok végig kísérik életünket. Pál idejében ilyen társadalmi konfliktus volt, a rabszolga kérdés. Jogilag szabályozott volt, belevésődött az emberek agyába és szívébe, Pál is tudatában van annak, hogy a törvényt és a jogot meg nem változtathatja Onézimusz kedvéért, nem csinálhat kivételt, nem adhat parancsot Filemonnak, amint írja, na, a lelki erőszak nem az ő fegyvere. Az egyház nem a hatalom oldalán áll, sem testi, sem fizikai, sem lelki erővel ezt a kérdést, a társadalmi kérdést megoldani nem tudja, és nem is lehet. Nem is egyszerűen az emberiesség oldaláról közelíti meg a dolgot, hogy valamilyen humanitárius, értelemre ható, meggyőző érveléssel rábírja Filemont a jobb belátásra. Egyszerűen arról ír, Onézimusz hitre jutott, új teremtés lett a Krisztusban, testvér, az ő életében Jézusban való hite nagy változást hozott, Isten új életfelfogással ajándékozta őt meg. Filemon is csak úgy oldhatja meg a kérdést, ha komolyan veszi, mit jelent Krisztusban testvérnek lenni. Új alapállást kell neki is elfoglalnia Onézimosszal szemben. A korábbi haszontalan rabszolga most mindnyájunk hasznos testvére, Pálnak is, Filemonnak is. Amit Pál itt művel, az nem lelki erőszak, kényszerítő parancs, hanem lelki pásztorolás, lelki gondozás. Onézimusz felé is, Filemon felé is. A szeretetükre appellál. Arra a szeretetre, amelyről olyan forró szavakkal és hálaadással emlékezett meg, Filemon hite és szeretete ismert sokak előtt. Most is ennek a szeretetnek kell segítenie Onézimusz visszafogadásában. Testvéreim, nem tudjuk életünkből törölni a konfliktusokat. Legyenek bár családi természetűek, nemzedékek meg nem értéséből, munkahelyi légkörből, vagy társadalmi összeférhetetlenségből eredő konfliktusok, vagy háborút előidéző, békét fenyegető konfliktusok. Keletkezésüket megakadályozni nem tudjuk, de feloldani, elhárítani igen. Az egyház, a hívő ember arra küldetett, hogy megoldáshoz segítsen, békességet munkáljon, a szeretet erejével segítse kis és nagy helyi és világ konfliktusok megoldását. Amikor 1984-ben a sportcsarnokban volt a világgyűlés, itt volt többek között előadóként a nyugatnémet Weizsäcker professzor is, aki referátumában a keresztényeknek erről a kötelességéről beszélt a következőképpen. A kereszténység hatalom nélküli kisebbség volt eleinte, azután később a római birodalomban a hatalom urai lettek. Olyan problémával kellett megbirkózniuk, amelyre az új szövetség nem adott utasításokat. Hogyan lehet felelősséget hordozni sok-sok millió emberért, az egész világért? Hogyan engeszteljék ki egymással a hatalmat, az értelmet és a szeretetet? Ha a hatalom az eszközök felhalmozása, mondta a professzor, elképzelhető értelmes, fenyegetés nélküli felhalmozás. A mező liliomairól a hegyi beszédben Jézus nem azért beszél, hogy az gátoljon minket abban, hogy télire kenyeret, kenyérre és tüzelőre valót gyűjtsünk és készítsünk, hanem, hogy aggodalmaskodó, agresszíven kabzsi felhalmozásnak határt szabjon a hívő, vigyázó értelem, a hatalom indulatával szemben elég erős az értelem, ha azt
A szeretet nagy indulata fűti. Ez csak az Isten szeretetében lehetséges. Pál is ide jutott el Filemonnal. A hatalom megfékezhető értelemmel, ha az értelmet a szeretet hatalmas indulata fűti. De ez a szeretet Istennél kapható. A Krisztus szeretetének indulata elegendő erőt ad a hívő embernek, hogy tudjon szeretettel cselekedni, befogadni. Más oldalról így is mondhatjuk, ha valaki Jézusban hisz és szeretetével él, szociális felelősségtudatot is kap Istentől. Onézimos visszafogadása így lesz Filemon, Pál és az egész közösség ügyévé. Hogyan fogadunk be mi embereket? Nincsenek-e téves megítélés alapján megbélyegzett és ezért kirekesztett testvéreink? Testvéri közösség helyett megkülönböztetésekkel nem munkáljuk-e a széthúzást, a szakadást? Milyen ma egyházi közösségünk, gyülekezetünk befogadó készsége és képessége? Énekeltük előbb a 474. éneket, úgy fogad be a testvért, mint Krisztus tégedet, visszhangozzon a szívünkben. Krisztus már befogadott, most mi vagyunk a soron, nekünk kell egymást, azt a kívülállót, a keresőt, a kopogtatót, az elítéltet vagy megítéltet, a fekete bárányt. Igen, most nekünk kell befogadnunk. Az evangélikus élet mai számában olvassuk éppen az interjút Wikström finn érsekkel, aki néhány hete itt ezen a szószéken is prédikált. Az érsek arról beszél, hogy egyházunkat átmeneti szakaszban látja. Ha ez így van, akkor létkérdésünk ebben a szakaszban, hogy milyen közösség vagyunk és milyenek leszünk. Egymásért imádkozók? Az evangéliummal mindenkinek szolgáló Jézushoz vezetők? Konfliktusokat enyhítő, feloldani segítő béke emberek? Milyen a befogadó képességünk és nyitottságunk? Elhagyjuk-e a lelki erőszak, a lelki kényszer hamis útját, és helyette pásztorokká, egymás gondozóivá leszünk? Pál apostolt sokan úgy ismerik, mint a kegyelemből hitáltal való megigazulás nagy teológusát. Valóban római levele, korintusi levelei és többi nagy levelei mind ezt a teológust tükrözik, mutatják nekünk. Ma ebből a rövid kis Filemonhoz írt személyes levélből úgy látjuk, hogy ő nagyon melegszívű pásztor, lelki pásztor is. Ő Onézimus felé is, és Filemon felé is a pásztoroló szeretetet gyakorolja. Vegyünk példát. Legyünk jó teológusok, Isten igéjének ismerői. Ismerjük meg a jót, amely Jézus Krisztusban adatott nékünk. De több pásztori szeretettel fogadjuk be egymást. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Jézusunk, áldunk téged szeretetedért, amelyel minket, bűnösöket befogadtál, megigazítottál, fiaivá tettél atyánknak, Istenünknek. Köszönjük, hogy ezt a közösséget az egyházban, a gyülekezetben ajándékoztad nekünk. Tégy ennek a közösségnek felelős munkásaivá bennünket, hogy keressük a jót, és mindig tudjuk azt cselekedni. Mutass utat döntéseinkben,
és segítsd, hogy ez a közösség egymásért imádkozó, utat kereső, döntések előtt álló emberek nagy segítője lehessen imádkozásával és segítő szeretetével. Ebben erősíts meg, és áldj meg minket, Úr Jézus Krisztus. Amen.